Jó reggelt kívánok! Kedves barátaim, mindenkit sok-sok szeretettel köszöntök ezen a kevéssé napfényes reggelen. És a Kidusin Traktátus 37-es lapja lesz a mai témánk. És egy misnával fogunk kezdeni. Ugye az utóbbi pár lapon, amelyek felvételről kerültek, illetve fognak felkerülni, és lemaradtunk három nappal. Nos, az utolsó pár lapon arról volt szó, hogy milyen micvák alól mentesülnek például a nők. És a Talmud részletesen kifejtette, hogy a időhöz kötött tevőleges micvák alól mentesülnek, viszont a tiltó micvák kötelezők rájuk nézve, és ennek a témának a folytatásaképpen most a 37-es lap alján folytatjuk. Kimaradt egy pár lap, ezek részben már felkerültek, részben a héten fognak felkerülni a YouTube csatornára. Mi viszont innen a 36-os lap aljának a misnájától kezdünk, és most arról lesz szó, hogy mik azok a micvák, amik csak Izraelben kötelezőek. Azt mondja a misna, kol mitzvosít lúja barec, én unai heges ele barec. Azt mondja a misna, minden olyan micva, olyan vallási kötelesség, ami a földdel kapcsolatos, az csak Izraelben kötelező. Minden olyan micva, ami nem a földdel kapcsolatos, az kötelező Izraelben és Izraelen kívül. Azt mondja a Talmud, húc na arla bekilájn. Két kivétel van ez alól. Az orla, az, hogy a termés első három évét nem szabad megenni, és a kiláim a kevert vetés. Rabbi Lezer Eimer áfa hadas. Rabbi Lezer szerint, szia Miki, Rabbi Lezer szerint az új termés is ide tartozik. De most ezt úgy értelmezzük, hogy az új termés ide tartozik, hogy az új termés az azt jelenti, hogy a gabonából nem szabad enni, az idei gabonából nem szabad enni Pészach előtt, csak Pészach után. És erre mondja azt Rabbi Lezer, hogy ez a tilalom is Izraelen kívül érvényes. Tehát akkor három olyan, kettő, vagy másik felé szerint három olyan micva van, ami a földműveléssel kapcsolatos, ami a földdel kapcsolatos, és ami nem csak Izraelben kötelező, az orla, az első három év gyümölcsének tilalma, a kiláim, a kevert vetés, és a hadas, az új termés tilalma, amit csak Pészach után lehet fogyasztani, a Pészach előtt tilos. Most mi már ugye értelmeztük a misnát, és úgy értettük, hogy lujaba arec, a földdel kapcsolatos micvákat úgy értelmeztük, hogy a föld műveléssel kapcsolatos micvák. De ez nem teljesen világos, és azért a Talmud megpróbálja először ezt a megfogalmazást értelmezni. És csak hogy értsük, hogy miért kell ezt a megfogalmazást értelmezni, mert a misna megfogalmazása szó szerint az, kol micva is a tlujaizba arec. Minden olyan micva, ami a föld függvénye. Szó szerint ezt mondja, és nem világos, hogy mi az, hogy a föld függvénye. Azt mondja a Talmud, majd lúja, majd se inet lúja. Mit jelent az, hogy a föld függvénye, vagy nem a föld függvénye? Illé med echszívé bia, se inet lúja, echszívé bia, se inet lúja, de lői szívé bia. Azt mondja a Talmud, esetleg a következőt jelentheti a föld függvénye. Vannak olyan micvák, amelyeknél a Tóra azt mondja, ugye a Mózesnek és Mózesen keresztül a népnek, akik bemennek majd Egyiptomba, de most még a sivatag, Egyiptomba, Izraelben, de most még a sivatagban vannak, ha majd bevonultak az országba, amit adok nektek. Most ezek azok a törvények, ahol a bevonuláshoz, a földre való bevonuláshoz köti a micvát. Ha majd bevonultok az országba, amit adok nektek, a földre, amit adok nektek, akkor ezt és ezt tartsátok meg. Akkor úgy érthetnénk, hogy a föld függvénye
micva az azt jelenti, hogy az, ami ahhoz van kötve, hogy majd bevonultak a földre. Az nem a föld függvénye, meg azt jelenti, hogy aminél nincs az írva, hogyha majd bevonultak a földre. Ez nem lehetséges. Miért? Bár itt filinu peter, ha majd egy szívből embia, na jágin bén barac, pénylek utcalac, mert tudok mondani például két olyan micvát, aminél az van írva legalább egyszer, hogy majd akkor tartsátok, amikor bevonultok a földre, és mégis mindenki számára világos, hogy ezek a micvák kötelezőek nem csak Izraelben, hanem Izraelen kívül is. Milyen két ilyen micva van? Az egyik a tfilin, a másik a szamár elsőszülöttje. Az elsőszülött állatot oda kellett adni a kohénnak, de az elsőszülött szamarat azt ki kellett váltani. Most a szamár elsőszülöttje micvájánál és a tfilinnél is van olyan hely, ahol a Tóra azt mondja, ha majd bemész a földre, amit adok neked, akkor ezt és ezt, akkor tedd fel a tfilin. Mégis tudjuk, hogy a tfilin az univerzálisan kötelező, tehát nem csak Izraelben kell tfilint rakni. Milyen jó lenne, nem? Mindenütt kell. Tehát akkor nem lehet, hogy erre gondol a misna, hogy ami a földhöz való bevenetelhez van kötve, ami a földhöz való bevenetelhez van kötve, az, ami Izraelhez, csak Izraelben kötelező. Mert itt van két példa, ami néha azt mondja a Tóra, hogyha majd bemész a földre, és mégis kötelező Izraelben és Izraelen kívül egyaránt. Amarevi Uda Afrika, már kalmit vesi, haj vesz a guf, hegezbén, barzbén, hoclarec, haj vesz a kárká, én hegez bele, elve hoclarec. Rebi Uda azt mondta, hogy nem. Úgy kell értelmezni a misnát, ahogy mi is értelmeztük. Minden olyan micva, ami az emberi testhez van kötve, az ember személyéhez van kötve, az kötelező Izraelben és Izraelen kívül. Minden olyan micva, ami a földhöz van kötve, és ez jelenti a föld függvénye, tehát földműveléssel kapcsolatos, az csak Izraelben kötelező. Mi is így értelmeztük. Tehát a földműveléssel kapcsolatos micvák, azok csak Izraelben kötelezőek, kivéve azt a három példát, amit mondtuk. Na jó, most, hogy tisztáztuk, hogy ezt jelenti a misna, most nézzük meg, hogy honnan tudjuk, hogy ez így van. Honnan tudjuk, hogy úgy van, hogy a földműveléssel kapcsolatos micvák csak Izraelben kötelezőek. Na, hanem milli, honnan tudjuk, hogy ez így van? Tanura bannan, éla hukim, éla midrasus. Következőt mondja Mózes 5. könyvének 12-es fejezetének első mondata. Éla hukim, amis patim, aser tismenő, lászesz barec. Ezek azok a rendeletek és törvények, amelyeket őrizzetek meg abban az országban, amelyet az örökkévaló, az atyátok Istene ad nektek, hogy megörököljétek azt minden napoktokon, amelyeken éltek azon a földön. Ugye? Mit jelent ez a mondat? Ezek azok a rendeletek, ezek azok a törvények. Ugye így kezdődik. Éla hukim, éla midrasesz, vamis patim éla adinim. Ezek azok a rendeletek, ez arra utal azokra a micvákra, amik nem egyértelműek a Tórából, és a rabbik rendeletei révén válnak egyértelművé. Ezek azok a törvények, amik egyértelműek a Tórából. Oké? Ez a mondat eleje. Hásért tismerün zumisna, amelyet őrizzetek meg, ez arra vonatkozik, hogy ügyeljetek arra, hogy tanuljátok a Tórát, hogy ezeket a törvényeket mindvégig tudjátok. Lászol, hogy zumásze, hogy megtartsátok, hogy te teljesítsétek a micvákat, barec, a földön. Jachat kal mitzes kulan lejön ügön ele barec? Akkor az azt jelenti, hogy talán az összes micvát csak Izraelben kell megtartani? Talmud lej már kala jam mesettem hajmal adama. Mi hogyan fejezi be a mondat? Azt mondja, minden napokatokon, amelyeken a földön éltek. A földön, az az egész földbolygó. Az egész földkerekség. Tehát akkor a mondat eleje azt mondja, hogy tartsátok Izraelben, azt mondja, amíg ezen a földön éltek. Akkor hol van itt az igazság? Jachel, Júg, Nő, Hágin, Bén, Barac, Bén, Hoclarec. Akkor most minden micvát Izraelen kívül is kell tartani? Támod, Lajn, már Barac? Nem, a Tóra azt mondja, hogy ugye ebben a mondatban, hogy a földön. Nehéz lefordítani, mert a Héberben az Arec is földet jelent, és a Doma is földet jelent. Az Arec az inkább ország. A Doma az pedig a fizikai föld. Mindenesetre a Tórának ez a mondata az első felében úgy
értjük, hogy arra vonatkozik, hogy a micvákat tartsátok meg az országban, Izraelben. A mondat másik felemben úgy nyilatkozik, mint hogyha azt mondaná, hogy amelyet a földön, tehát az egész földkerekségen meg kell tartanotok. Akkor hol van itt az igazság? Most akkor mit kell Izraelben tartani, és mit kell Izraelen kívül tartani? Áhásen ribe a kaszubum diét. Céule mád, mása amúr beinjen. Ábej tábdun, ez kalamök rémészesen rabdusa. Akkor hogy tudunk igazságot tenni? Nézzük meg a szöveg folytatását. A szöveg folytatása azt mondja, veszejtve veszejtsétek el mindazokat a helyeket, amelyeket bálványként imádtak a népek, akik előttetek voltak. Máva idesz, hogy havmi juhedesi juhaj veszek guvei nei gezbe, ezbe a huszarec. Akkor a bálványimádás tilalma, ami egy haj veszek guf, ami az emberi személyhez kötődik. Nem egy helyhez kötődik, hanem a személyhez kötődik. Az vonatkozik Izraelre és Izraelen kívül egyaránt, akkor ugyanígy minden, ami haj vesz a guf, minden, ami az ember személyhez kötődik, elnézést kérek, tehát akkor ugyanígy minden, ami a személyhez kötődik, az kötelező Izraelben és Izraelen kívül, ami a földhöz kötődik, az kötelező csak Izraelben. Tehát akkor még egyszer. A lényeg az volt, hogy van egy mondat, amiből úgy tűnik, hogy a micvák Izraelben kötelezőek, van egy félmondat, ami úgy tűnik, hogy a micvák az egész világon kötelezőek, honnan tudom, hogy akkor mi igaz, mire. A mondat folytatásában, ahol a bálványimádásról beszél, közvetlenül azután, hogy az egész földön kötelező micvákról beszélne. A bálványimádásnak mi a specifikációja? Az nem egy a földdel kapcsolatos dolog. Akkor innen tudom, hogy minden, ami nem földdel kapcsolatos, hanem személyhez köthető, az mindenütt érvényes, és mindenütt kötelező, ami nem személyhez köthető, hanem a földhöz köthető, az pedig csak Izraelben. Hutz mina arlava kilány. Kivéve a ki emlékszik? Kicsit keserűre sikerült ez a mai kávé, azt kell mondjam. Szóval ki emlékszik, hogy mi volt a kivétel? A földművelésnek mely micvái kötelezőek Izraelen kívül is. Nem volt olyan rég, éppen 10 perce tanultuk, még annyi sincs. Ne, a tfilin az nem földművelés. Ez az, itt vannak az öregek. A kevert, mert úgy értem, hogy akik régóta velünk tanulnak. Igen, igen, igen. Tehát a kevert vetés, és a másik, mi volt a másik? Nem. Nem, nem. Kálmán. Cigisztel még úgy látszik, amikor nyitják. Nem a... Bocsánat, elnézést, nem akartam. Okay, szóval nem a kevert vetés, a kevert vetés, és a három éves, első három év. Okay. Hutz mina arlava kilány. Baj, a lejúr ebből az arla... Oké. Okay. Tehát mit mond a Misna? Misna azt mondja, minden micva, ami a földműveléshez kapcsolódik, az Izraelben kötelező, és Izraelben kívül nem. Kivéve a kevertvetés és a három éves tilalom. Rabbi Lezer azt mondja, hogy még a új termés is. Ugye? Kérdés, hogy mit ért az Rabbi Lezer, hogy még a? Ez mire vonatkozik? Arra a kivéve erre meg erre, és még ez is, vagy a elejére, ami azt mondja, hogy a Izraelben, csak az Izraelben kötelező dolgok. Ibajan lejövrem lezelek hulle palig, hulle humle palig. Mivel ő egy szigorúbb, egy szigorításként mondja azt, hogy is, vagy egy enyhítésként mondja azt, hogy is. Nézzük meg, hogy mit jelentene az egyik, és mit jelentene a másik. A humre palig vahika, már tannak káma, hucmina, valaminek lájnél, haszak mirila. Áfagám, nikalem én merkev ez kárkai, ával hadas, barac, ime, hucar, eszlaj. Az első lehetőség, ahogy mi is értelmeztük, hogy ebből ezer egy szigorításként mondja, amit mond. A tannak káma azt mondja, hogy Izraelben minden kötelező, bocsánat, minden földműveléshez kötött micva Izraelben kötelező, kivéve az orla, és a kilány, a kevert vetés, és a három éves tilalom. Jön Rabbi Lezer, és azt mondja,
Ja, és különben azt mondja, nem mondja a Tanakáma, de ideértendő az új termés is. Az sem... Nem, bocsánat. Újra. Tehát a Tanakáma azt mondja, Izrael minden földműveléshez kapcsolódó micva Izraelben kötelező, kivéve az orla és a kilány, ami Izraelen kívül is kötelező, jön Rabbi Lezer, és azt mondja, hogy még az új termés is kötelező Izraelen kívül. Okay? Ez egy szigorítás, mert ő mit mond? Hogy az új termés tilalma nem csak Izraelben kötelező, hanem Izraelen kívül is. Áfagávdak ikale mémel hőves kárkaiával hados barec imbe huclarec loj. My time-a, Moisov, Lachen is, Inusim és Simon másma. Miért mondja azt a Tanakáma, az a Misna első véleménye, hogy az új termés az nem vonatkozik Izraelen kívülre? Mert az új terméssel kapcsolatban a Tóra azt mondja, Moisov, Bechol Moisov és Seichem. Nem, bocsánat. Itt van az ablak, és ezért befúj a szél, gondolom. Nem, nekem nem olyan. Én nem tartok ott az életben. Tudod, milyen szerény puritán. Oké. Okay. Oké, okay, szóval. Keresem a pontos mondatot. Pillanat. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Lehet, hogy be kell kapcsolni a kocsit. Köszönöm. Oké. Okay. Értsünk valamit, akkor egy általános kis bevezetést kell tartanunk. A Tórában vannak olyan micvák, amelyeknél azt mondja a Tóra, ha majd bemész az országba. Oké, erről már volt szó. Vannak más micvák, amelyeknél a Tóra azt mondja, hogy lakóhelyeden, lakóhelyeiteken. Ez kétféle dolgot jelenthet, ahogy majd erről később szó lesz. Jelenteti azt, hogy minden lakóhelyeteken, tehát Izraelben és Izraelen kívül, de jelentett valami mást is. Jelenteti azt is, hogy ez a micva onnantól fogva lesz kötelező, hogy bevonultál az országba, és megszerezted a lakóhelyedet. Ugye történelmileg azt kell tudni, hogy a Joshua könyvéből tudjuk, hogy amiután a zsidók beléptek Kánaánba, 14 évig tartott, mire elfoglalták Kánaánt, és szétosztották, és felosztották a földet, és mindenki szépen letelepedett. Tehát a Moisáv a minden letelepedéseteken az jelentheti azt is, hogy mikortól válik ez kötelezővé? Nem onnantól, hogy bementek az országba, hanem onnantól, hogy bementetek az országba, és le is telepedtetek. Most mit mond a Tanakáma. A Tanakáma azt mondja, köszönöm, azt mondja, hogy a letelepedésetek, ami a hados, az új termésnél van, az nem azt jelenti, hogy mindenütt kötelező, akár Izraelben, akár Izraelen kívül, hanem azt jelenti, hogy akkor válik kötelezővé, amikor már elfoglaltátok az országot, és le is telepedtetek. Oké? Okay? Ehhez képest Rabbi Lezer mit mond? Rabbi Lezer, mely már áfhados noeg bein barazben chutzla, it's my time. Ma is sebe chal mokem sátam jöjjse. Rabbi Lezer azt mondja, hogy nem. Mit jelent a letelepedésetek? Az azt jelenti, hogy onnantól válik kötelező. Mit jelent a letelepedésetek? Azt jelenti, hogy bárhol, ahol laktok. A letelepedésetek az két dolgot jelent. Tanakáma szerint azt jelenti, ez szerint az értelmezés szerint. Tanakáma szerint azt jelenti, hogy miután bementetek az országba és letelepedtetek, tehát ez azt jelenti, hogy csak Izraelben érvényes, és amúgy Izraelben is csak azután, hogy letelepedtetek. Rabbi Lezer szerint pedig a Bechalma és Veszéchen minden letelepedésetek azt jelenti, hogy az egész világon érvényes, bárhol, ahol majd a jövőben laktok. Ez az első lehetséges értelmezése a vitának. Oly dilma. Le kulla palik. Lehet, hogy pont fordítva van.
Hachik amartan a káme chucmina, alváki láimdil, haszik mili lave, kassikén chadas, moi sáv, kolmakim sátom, jösvim másva. Ez szerint az értelmezés szerint pont fordítva van. A Tana káme azt mondja, hogy minden földműveléssel kapcsolatos tilalom, vagy előírás, az csak Izraelben érvényes, kivéve a kevert vetés és a első három év. És pláne, hogy az új termés, mert ott még az is írva van, hogy minden letelepedésetek, ami mit jelent, hogy mindenütt, ahol laktok. És jön Rabbi Elezer, és azt mondja, hogy nem. A letelepedésetek itt mit jelent? Az, hogy miután letelepedtetek. Oké? Kétféleképpen lehet értelmezni. Most akkor a kérdésünk az, hogy akkor melyik a helyes értelmezés. Tasmád, amra bájem, mántán, de paligalad Rabbi Elezer. Ki az, aki Rabbi Elezerrel vitatkozik? Ki a Tana káma? Rabbi Shmuel. Ez Rabbi Shmuel. De tánya, le lámdecha, se kolmokem se nem árba ma isav, éne, ele lácheri, jössav, és siva, div Rabbi Shmuel. Tanultuk egy brájtában. Hú, azon gondolom, hogy ezt lehet-e tábla nélkül elmondja, ezzel megpróbáljuk. Az előbb már megértettük, hogy a moisav, a letelepedésetek szó értelmezéséről szól a vita. A letelepedésetek azt jelenti, hogy miután letelepedtetek, vagy a letelepedésetek azt jelenti, hogy bárhol, ahol laktok. Oké? Van egy vita, ami is majd és Rabbi Akiva között. A vita arról szól, hogy a Mózes 4. könyve 15-ös fejezet 2-es mondat a következőt mondja. Kiszavajú el eretszma is a veszélyhem. Ha majd megérkeztek, letelepedésetek országába, amelyet én adok nektek. Itt is a letelepedés szót mondja. Akkor, ha áldozatot hoztok, akkor az áldozatok mellé hozzatok öntéseket. Emlékeztek, van ennek szachim, az öntés, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy amikor egy áldozatot bemutattak, akkor az áldozat mellé kellett vagy bort, vagy például a sátoros ünnepen vizet önteni az oltára. Mit mond itt a szöveg? Letelepedésetek. Erre azt mondta Rabbi Shmuel, le lámdecha, és a kolmokem se nem árban ma is, én lákja jönősöm és sivel. Mit látok ebből a mondatból? Hogy a letelepedésetek az arra utal, bárhol, ahol a letelepedésetek van, szerepel a szövegben, az azt jelenti, hogy azután válik kötelezővé ez a szabály, miután bementetek az országba, és letelepedtetek. Ez Rabbi Shmuel vélemény, akkor egyértelműen kiderül, Rabbi Shmuel mit mond? A letelepedésetek mit jelent? Azt, ha majd letelepedtek. Ha Rabbi Shmuel a Tana káma, és aki vitatkozik vele, az Rabbi Elezer, akkor Rabbi Elezer szerint valószínűleg a letelepedésetek mit jelent? Bárhol, ahol laktok. Oké, most ezen a helyen, ahol Rabbi Elezer ezt mondja, hogy a letelepedésetek azt jelenti, hogy ha majd bementek az országba, és el is foglaltátok, és letelepedtetek, és azután kell majd az öntést hozni a oltárra, az áldozat mellé, erre vitatkozik vele Rabbi Akiva, és azt mondja, amely Rabbi Akiva, és Sábasz se nem már benne is vajsz, ne egész bénbe az bukhoz lárec. Hogy mondhatsz ilyet? Mutatok neked egy olyan szabályt, amiről mindenki számára egyértelmű, hogy az nem csak Izraelben kötelező, és ahol a letelepedésetek szót használja. A Sábesz. A Sábeszről azt mondja, és pihenjetek, lőjsz, várul, és behold, ma is vészéken, ne gyújtsatok tüzet minden letelepedéseteken szombat napján. Szombati tűzgyújtást csinálma, és mit mond a letelepedésetek? Akkor nem jelenteti azt, hogy miután letelepedtetek, azután ne gyújtsatok tüzet, és ez csak Izraelre vonatkozik, hanem muszáj vagyok azt mondani, hogy ez az egész világot jelenti. A letelepedésetek szó, az nem időben jelent valamit, hanem térben, hogy bárhol, ahol laktok. Amelaj, Sábez, Káve, Haimer, Ászia, Mámic, Káve, Nyágos, Bénbarz, Bénhutz, Lared, Sábez, Haminog, Laj, Korsaként. Mert azt mondta neki, Rabbi Shmuel, nincs igazad, Rabbi Akiva. Miért? Mert igaz, hogy a Sábeznél ez szerepel. De a Sábeznél azért nem azt jelenti, hogy miután letelepedtek, és, hanem inkább azt jelenti, hogy mindenütt. Mert a Sábeznél mindenki érti, hogy ez milyen súlyos törvény, hiszen a Sábesznek a megszegése az borzasztó konzekvenciákkal jár, és ennél enyhébb micvákról is tudom, hogy az a világon mindenütt érvényes, akkor a Sábesznél pláne, hogy tudom. Akkor a Sábesz egy kivétel. Oké. Okay. Bárhogy is legyen. Mi de amara báj mántán, de palig az ebben lezerebb is van. És már mi de ebben lezere, hóra palig. Bárhogy is legyen, ebből az egész párbeszédből mit látok? Hogyha Rabbi Shmuel az, aki azt mondta, Rabbi Shmuel azt mondta, hogy a beholma is van széchem, a Sábesz kivételével a minden letelepedésetek az azt jelenti, hogy miután letelepedtek, és
Rabbi Lezer, Rabbi Shmuel vitatkozik a mi misnánkban, a mi misnánknak a Tana Kamaja, a mi misnánk első véleménye nincs nevesítve, de mi azt mondjuk, hogy az nem más, mint Rabbi Shmuel. Akkor Rabbi Lezer, ha vitatkozik Rabbi Shmuel-el, akkor szerinte a minden letelepedésetek mit jelent az egész világ, akkor az új termésnél is a letelepedésetek azt jelenti, hogy egész világ. Tehát akkor összefoglalva, hogyan kell a misnát értelmezni, pontosan úgy, ahogy mi is értelmeztük eredetileg, hogy a Tana Kama szerint, a misna első véleménye szerint a földműveléssel kapcsolatos törvények csak Izraelre vonatkoznak, kivéve kettőt, a kevertvetést és a három éves első gyümölcstilalmát. Jön Rabbi Lezer, és azt mondja, hogy nem, ide tartozik még az új termés is, ami ugyanúgy vonatkozik Izraelen kívülre. Miért? Mert az van írva, hogy letelepedéstek, és a letelepedéstek nem azt jelenti, hogy te mondod, hogy miután letelepedtek, hanem azt jelenti, hogy az egész világ. Különben ennek a halachikus vonatkozása leginkább az új terméssel kapcsolatos, hogy valóban az új termés tilalma az Magyarországon is érvényes, ezért például a Semes Pékség, ez itt a reklám helye, a Semes Kóser Pékségnek a termékeire rá van írva, hogy mi kemach yoson, régi lisztből. Ez mit jelent, hogy Pészach előtti, hogy Pészach előtt nem az idei termésből készült. Magyarország ez nem egy nagy dolog, mert nincs is. Az aratás az, mikor ilyen május-júniusban szokott lenni? Mikor van aratás Magyarországon? Augusztusban? Az a búza az... Na, tehát akkor így is úgy is Magyarországon nincsen, nem lehetne új termés Pészach előtt, de azért ráírjuk a biztonság kedvéért. De mondjuk egy kicsit déli országban lenne, akkor ott van a dolognak jelentősége. Oké. Mihdi Rabbi Shmuel eich a kaiyan es sachim. Miről szólt a vita Rabbi Shmuel és Rabbi Akiva között? Az öntésről. Ugye? Hogy mit mondta Rabbi Shmuel? Miről szólt a vita? Azt mondja a Tóra, ha majd bementek az országba és letelepedtek, akkor öntsetek az oltárra, bla bla bla. Mit mond Rabbi Shmuel? Mit jelent ez? Öntsetek, miután letelepedtetek. Mit mond Rabbi Akiva? Ez nem jelentheti ezt, mert a letelepedés, az ott van például a Sávesznél is írva, ez nem jelenti azt, hogy miután letelepedtek. Akkor miről szól pontosan a vita? Hakikamán. De lámet se kolmokim se nem már biuma is, én elákeny ősöm és jövett, Rabbi Shmuel. Ezek szerint bárhol, ahol mi ugyanúgy, ahogy a öntésnél, a szövegben benne van, hogyha majd bementek, és majd letelepedtek. Az azt jelenti, hogy a micva akkor válik kötelezővé, amikor elfoglalt, amikor bementetek Izraelbe, és amikor már a honfoglaláson is túl vagytok, és letelepedtetek. Hachika, már lelám, egy csak annak nem is nem bírja, mert is venni lákja, és semmi, mivel is van, ezt mondja, is van. Ihachi. Amelyre, hogy kivár, és sábes, nem vagy, mert is van, hogy a sábes, kávé, hogy nem a lej, annak bió, ma is a kamina. Azt mondtam, hogy várjunk csak. Akkor Rabbi Shmuel mit mond? Nem azt mondja, hogy mindig, amikor az van, hogy letelepedésetek, az azt jelenti, hogy miután letelepedtetek, hanem azt mondja, mindenütt, ahol az van írva, hogy ha majd bementek és letelepedtek, az azt jelenti, hogy a letelepedésetek után. Követtek még, vagy elvesztettetek? Még egyszer. Eddig arról beszéltünk, hogy mit jelent az, hogy letelepedésetek. Oké? Okay? És azt mondjuk, Rabbi Shmuel szerint azt jelenti, hogy miután bementetek Izraelbe és letelepedtetek. Rabbi Akiva azt mondta, hogy ez nem jelentheti ezt, mert másút például a Sávesznél is van írva a letelepedéstek, és ott egyértelműen nem ezt jelenti. Na, jobban megnézzük a mondatot, amiről Rabbi Shmuel beszél, akkor ott nem csak azt szerepel, hogy letelepedésetek, hanem azt jelenti, hanem azt mondja, ha majd bementek és letelepedtek. Két szó is szerepel, bementek, letelepedtek. Tehát Rabbi Akivának mondhatta, amikor Rabbi Akiva felhozta azt Rabbi Shmuel-el szemben, Rabbi Shmuel, ott a Sávesz, az nem csak a letelepedés után volt érvényes. Akkor könnyen válaszolhatta volna, azt mondja, hogy várjál, a Sávesznél csak az van írva, hogy letelepedtek. Én arról beszélek, ha az van írva, hogy bementek és letelepedtek. Okay? Miért nem ezt válaszolta? Azt mondja, a Talmud, Hárdavajt Kamerlé, azt mondja, tulajdonképpen ezt mondta, csak ő két választ adja, amikor vitatkozom veled, hogy figyelj, egyrészt ez a válasz. Másrészt, ha még igazad is lenne, akkor van egy másik válasz. Ezt mondta Rabbi Shmuel, mit mondott? Hádava ajt kamar. Egy meg még egy. Hádada anna bioma isöv kamina. Először is valóban, én arról beszéltem, ha a szövegben nem csak az, hogy letelepedésetek, hanem az is van, hogy bementek és letelepedtek.
Másrészt, vaj, de kamátam, hogy Sábes nem, mert ma is van, hogy Sábes kávachajmé, és a másik, amit mondtál, hogy a Sábesnél is az van, hogy letelepedtek, azon túl, hogy ott nincs az írva, hogy ha majd bementek, van egy másik válaszom is, hogy a Sábes az olyan súlyos, hogy mindenki érti, hogy az nem csak Izraelre vonatkozik. Nem, az világos, nem könnyű. A szövegben van olyan hely, ahol például a Sábesz, ahol azt mondja, hogy minden letelepedéseteken, ne gyújtsatok tüzet minden letelepedéseteken. Oké? Okay? És van olyan szöveg, ahol azt mondja, ha majd bementek és letelepedtek. Mert teljesen logikus. A letelepedés, ugye a héberben itt egy gondolom, ezt nem tudom, hogy jól mondom, de egy főnév, igenévszerű dologról van szó. Tehát ez lehet főnév, meg lehet igenév. Meg lehet ige. Ugye Rabbi Shimon azt mondja, ez egy ige. Ha majd letelepedtek, akkor lesz kötelező. Rabbi Akiva azt mondja, nem, ez egy főnév. Ahol vagytok, ott kötelező. Azt mondja, a Talmud attól függ. Ha a szövegben úgy szerepel, mint egy ige, ha majd bementek és letelepedtek, akkor az egy ige. Miután bementetek és letelepedtetek, utána válik kötelező. De a Sábesznél nem így szerepel, úgy szerepel minden letelepedéseteken. Tehát mint egy főnév szerepel, bárhol, ahol vagytok. És ezt is válaszolhatta volna Rabbi Shimon, de Rabbi Shimon azt mondja, igen, ezt is válaszoltam volna, és amúgy a Sábesz sokkal súlyosabb, tehát amúgy is tudom, hogy ott nem ezt jelenti. Oké, most akkor a lényeg, elmondtuk, de azért még egy zárójelben azt mondja, hogy Májvi Miki Miflégi, akkor gyakorlatilag mi a vita itt Rabbi Shimon és Rabbi Akiva között? Be kirvun a szachim, be midmorka Miflégi. Arról szól a vita, hogy volt-e, hoztak-e öntést a sivatagban. Oké? Okay? Amikor hozták az áldozatokat, akkor ez a még mellé oda kellett tenni a boröntést, meg a vízöntést. Ez mikortól vált részévé a szertartásnak? Nem is ma szóval lojkirbuni szakimemidban, nem is ma szerint nem hoztak, csak azután, hogy letelepedtek, magyarul a sivatagban, meg még a honfoglalás 14 évében nem hoztak. Csak simán hoztak egy áldozatot, csak értsük a dolog lényegét, ami ugye mai szemmel nézve a dolognak jelentőséget nem biztos, hogy át tudjuk érezni, de a sivatagban, megnézzük történelmileg, az áldozásnak Mózes előtt nem volt egy fix helye. Azt olvassuk, hogy az ősatyák hoztak. Itt fölépítettek egy oltárt, ott fölépítettek egy oltárt, hoztak áldozatot, itt hoztak áldozatot, ott, stb. Stb. Aztán, amikor Mózes kivezette a népet Egyiptomból, fölépítette ugye a szentély sátrat, a Miskánt. Onnantól fogva csak a Miskánban lehetett áldozni. Majd amikor bementek az országba, és 14 évig honfoglaltak, el voltak foglalva háborúval, akkor a Tóra megengedte újra a Bamát. A Bama az azt jelenti, megengedte, hogy mindenki a hátsó udvaron állítson fel egy oltárt. Majd amikor vége lett a 14-es honfoglalás, és mindenki letelepedett, utána Silóban, ugye felállították fix helyen a szentélyt, csak 300 évvel később került Jeruzsálembe, de volt egy fix helye a szentélynek, onnantól megint meg lett tiltva az, hogy mindenki a hátsó udvarában hozzon áldozatot. És amikor Jeruzsálemben felépült a szentély, akkor végleg megszűnt minden. Ugye, mert amíg Jeruzsálemben nem épült fel, addig úgy volt, ha van központi szentély, akkor nem lehet az udvarodon. Ha nincs központi szentély, akkor lehet az udvaron. Ami Jeruzsálembe felépült, ha nincs központi szentély, akkor sem szabad az udvaron. Most, mi a vita Rabbi Shimon és Rabbi Akiva között? Hogy abban az időszakban, amikor nem volt még meg a fix végső helye a szentélynek, Silóban, nem végső, de nem volt meg a helye, akkor része volt-e az áldozásnak ez az öntés dolog? Rabbi Shimon szerint nem. Mert ő mit mond? Ha majd bementek és letelepedtek, majd utána csináljátok az öntést. Rabbi Akiva kérdezte, ami a Kiva szerint pedig kötelező volt, mert szerinte nem ezt jelenti, nem azt jelenti, hogy ha majd letelepedtek, hanem azt jelenti, hogy bárhol. Oké. Amara bája, hajtányod verem is majd mapik, mindok tanulni is majd, hajra nem rúbb, bíjözbe törre, sztámpedek, ha kasszabják, hogy nem. Hú, de komplikált lesz most megint. Oké. Okay.
akkor még mindig ott tartunk, hogy még mindig ott tart, nem értem, amit a Judit ír, pedig a vízöntés a sivatagban lett volna igazi áldozat. Miért? Ja, azért, mert hogy a sivatagban nincs víz. Aha. Érdekes gondolat. Oké. Akkor most még mindig ott tartunk, hogy vannak a Tórában olyan helyek, ahol azt mondja, ha majd bementek. Meg vannak olyan helyek a Tórában, azt mondja, ha majd bementek és letelepedtek. Oké? Eddigi értelmezésünk Rabbi Shmuel kapcsán az az volt, hogy Rabbi Shmuel abban az esetben mondja, hogy egy adott micva az a letelepedés után válik kötelezővé, hogyha a szövegben az szerepel, ha majd bementek és letelepedtek. Okay? Ha csak annyi szerepelne, hogy ha majd bementek, akkor nem. Vagy ha csak annyi szerepelne, hogy letelepedésetek, akkor nem. Okay? A probléma az az, hogy van egy másik változata is Rabbi Shmuelnak. Rabbi Shmuel tanítványai között volt valaki, aki másképp jegyezte föl Rabbi Shmuel véleményét. Méghozzá úgy, hogy Rabbi Shmuel azt mondja, hogy tekintve, hogy volt egy olyan micva, ahol csak az szerepelt, hogy ha majd bementek, de a Tóra egyértelművé tette, hogy ez azt jelenti, hogy le is telepedtek, innentől fogva tudom, hogy mindenütt, ahol a Tórában az szerepel, hogy bementek, az azt jelenti, hogy bementek és letelepedtek. Mi ez a micva? A királyválasztás. A Tóra ott nem mondja, hogy letelepedtek, hanem azt mondja, ha majd bementek az országban, amit adok nektek, és azt mondod, választani akarok magamnak királyt, mint a népek a körülöttem, akkor így és így válasszál magadnak királyt. És azt mondja, azt mondta ez a tanítvány a Rabbi Shmuelnak, hogy mi idak Tanra Rabbi Shmuel, de Tanra Rabbi Shmuel, hol jövő nem rúg bíjözbe törjöztem? Rabbi Shmuelton úgy idézte, hogy Rabbi Shmuel azt mondta, hogy mivel a Tórában több helyen szerepel csak az úgy önmagában, hogy ha majd bemész az országba, Paratlak a kasszabe echadmém láhány jurusevésival. És a Tóra az egyik helyen, ahol csak annyi szerepel, hogy ha majd bementek, egyértelművé tette, hogy a bementek az azt jelenti, hogy le is telepedtek. Melyik az az egy? A király választása. Afkör láhány jurusevésival. Akkor minden más helyen is, ahol azt szerepel, hogy bementek, az azt jelenti, hogy bementek és letelepedtek. Ez szembe megy azzal az értelmezésével Rabbi Shmuelnak, amit az előbb mondtunk, ami szerint csak akkor jelenti a bementek és letelepedtek, ha úgy szerepel, hogy bementek és letelepedtek. Mit fog erre mondani ez a másik változat? Vi idach, sum de hávi melechubi kurim snék szumjen bajm ke echad, kol snék szumjen bajm ke echad, én melambi. Mit fog mondani ez a másik? Másik azt fog mondani, hogy zárójel, jó? Egy gyors felfrissítése egy talmudi logikai fogalomnak. Van egy talmudi logikai fogalom, amit érintettünk az előző egy-két hétben többször is. Úgy szól, snék szúvim a bajm kechod én melambim. Ha két mondat ugyanarra utal, akkor abból nem lehet általánosítani. Ugye, ha azt mondom, hogy a Viktor viselje a sapkáját, akkor ebből lehetne általánosítani, ne csak a Viktor viselje, hanem az egész osztály. De azt mondja, a Viktor és a Kálmán viselje a sapkáját, akkor ebből tudom, hogy csak a Viktor és a Kálmán, mert különben nem kellett volna mondani a Kálmánt külön. Elég lett volna a Viktort, és abból lehetett volna általánosítani. És ezért nem egy konszenzusos, de mégis a többség véleménye az a Talmudban, hogyha a szövegben két helyen is ugyanazt arra utal, akkor az egyben azt is jelenti, hogy ezt a tézist, ezt nem lehet általánosan kiterjeszteni mindenre. Oké, ezt nevezzük úgy, hogy snék szumja bajom ki echad, én me lamdin, ha két tórai mondat egy irányba megy, akkor az nem egy általánosító jellegű dolog. A Tórában két olyan hely van, nem egy, hanem kettő, ahol egyértelmű, hogy a bementek, az azt jelenti, hogy bementek és letelepedtek, anélkül is, hogy ott lenne, hogy letelepedtek. Melyik az a kettő? Az előbb említett királyválasztás, és van egy másik, a bikurim, a zsengék áldozása. Ami az, hogy a
hét szent gyümölcsből, a hét izraeli gyümölcsből, hogyha az első három évben nem eszel, a negyedik évben föl kell vinni a kohénnak egy kosárban, és be kell mutatni Jeruzsálembe. Most mit mond az előző vélemény? Hogy mivel két helyen is szerepel a Tórában, két olyan mondatunk is van, hivatkozásunk is van, ahol a bementek, az azt jelenti, hogy letelepedtek, anélkül, hogy ott lenne, hogy letelepedtek, a királyválasztás és a zsengék. Én nem tudom, hogy ezt nem lehet kiterjeszteni mindenhova, és ezért mondom azt, hogy amúgy Rabbi Ismael azon a véleményem van, hogy ezen a két helyen kívül csak akkor jelenti a bementek a letelepedteket, ha ott is van a szövegben, hogy letelepedtek. Mit fog erre mondani a másik változat? Vidach Szichi. Azt mondja, hogy várjál csak. Mikor igaz az, hogyha két mondat ugyanazt mondja, azt nem lehet kiterjesztőleg alkalmazni? Ha amúgy nincs rá okom, hogy külön mondja. Tehát vegyük a Kálmán és a Viktor példáját. Ha azt mondom, hogy a Kálmán is viseljen sapkát, és a Viktor is viseljen sapkát, akkor ez akkor mutatja nekem meg, hogy az osztály többi tagja nem kell, hogy viseljen sapkát. Akkor nem mutatja, hogy az osztály többi tagja is kell viselje sapkát, ha amúgy nem lenne okom arra, hogy külön említsem a kettőjüket. Követhető volt? Még egyszer. Ha csak annyit mondok, hogy a Viktor viseljen sapkát, abból lehet kiterjeszteni az egész osztály viseljen sapkát. Ha viszont azt mondom, hogy a Viktor és a Kálmán viseljen sapkát, akkor abból tudom, hogy csak a Viktor és a Kálmán, mert nem kellett volna mondani mindkettőt. Eddig stimmel. Ha viszont van valamilyen ok, ami miatt azt gondoltam volna, hogy hiába mondom, hogy a Viktor viseljen sapkát, várjatok, csak elment a hang. Most hallatok? Most jó a hang, kedves barátaim? Most kérlek, hogy szóljatok, most jó a hang. Oké. Okay. Szóval, akkor nem tudom, hogy hol ment el a hang, de... Oké, okay, tehát, akkor ott tartottunk, hogy az volt a kérdés, hogy ugye odáig jutottunk, hogy az egyik véleménye azt mondta, hogy Rabbi Ismael hogy is volt? Ugye két változata volt Rabbi Ismaelnek. Az egyik változat szerint Rabbi Ismael azt mondta, hogy mindig, amikor a Tórában az van, hogy bemennek és letelepednek, az azt jelenti, hogy letelepedés. Ebből mi következik? Ha csak azt mondja, hogy letelepedtek, akkor ez nem azt jelenti, hogy letelepedés. Bocsánat. Mindig, amikor az van a Tórában, hogy bemennek és letelepednek, az azt jelenti, hogy letelepedés. Ha nem szerepel, hogy letelepedés, akkor az nem azt jelenti, hogy letelepedés. Volt egy másik Rabbi Ismael változat, amelyik azt mondta, hogy tekintve, hogy a Tóra az egyik helyen, a királyválasztásnál, ugyan nem mondja, hogy letelepedés, de mindenki számára egyértelmű, hogy letelepedés jelent az, hogy bementek, mert királyt választani csak azután lehet, akkor ebből tudom, hogy az egész Tórában, ha azt mondja, hogy bementek, az azt jelenti, hogy letelepedés. Ez volt az első vélemény. Ez volt a másik vélemény. Az egyik vélemény szerint csak akkor jelenti a letelepedést, ha mondja a letelepedést, a másik azt, hogy akkor is mondja a letelepedést, akkor is jelenti a letelepedést, ha nem mondja a letelepedést. Miért nem mondja az első vélemény is azt, mint a másik? Tényleg a királynál egyértelmű a letelepedés, pedig nem mondta azt, hogy letelepedés. Szóval azért, mert van még egy hely, ahol ez van, ahol nem mondja, hogy letelepedés, de tudom, hogy azt jelenti, hogy letelepedés, ez a zsengék. És ha két helyen van ilyen, akkor abból tudom, hogy nem lehet általánosítani mindenre. Ugye ez az, amit részletesen végigvettünk a Kálmán és a Viktor sapkájával. Na, de mikor igaz az, hogyha két helyen mond valamit, akkor abból nem lehet általánosítani, ha amúgy nem lenne okom arra, hogy ezt a kettőt külön mondjam. De ha lenne okom mondani külön-külön, ha meg tudom találni azt, hogy miért ne tudtam volna a Viktor sapkaviselés kötelességéből a Kálmánt is következtetni, csak a Kálmán, vagy a Kálmán sapkaviselés kötelességéből csak a Viktor, akkor hiába mondja mind a kettőt, abból még lehet általánosítani. És ez a vélemény azt fogja mondani, hogy hiába van a zsengéknél is, és a
királyválasztásnál is az, hogy a egyszerű bemenettel az letelepedést jelent, ebből még lehet általánosítani. Miért? Mert hiába van két helyen, az egyikből nem tudtam volna a másikat, és a másikból nem tudtam volna az egyiket. És most fogjuk mondani, hogy mi? Miért? Nidach, cichi. Nidach, szabrák mondom, meleg, mondom, azt a bikurim, hában minden bikurim, de komász hájl, alte. Ha csak a királynál mondta volna, akkor, ne, akkor a zsengéknél azt hihettem volna, hogy nem csak a letelepedés után, a letelepedés előtt is miért? Az valami, amiből közvetlenül rögtön van valami, azért rögtön a hasznát az ember rögtön érzi. Megeszi a gyümölcsöt rögtön, a királynak a hasznát csak hosszú távon érzi. Végigasz a bikurim, legasz a melechál, vinom, melechadák, légbos, lálte. Ha pedig csak a zsengét mondta volna, és nem a királyt, akkor azt hittem volna, hogy jó, a zsengénél csak a letelepedés után, de a királynak rögtön van haszna, hiszen a király segíti a honfoglalást, tehát rögtön a bemenetelnél letelepedés előtt. Oké, okay, tényleg. Mi idag, nichtomrach, mondom, meleg, belejk, olyan, minden, meleg, már meleg, légbe is, lágyom, és amikor leik, az oké. Mit fog mondani erre a másik félnem? Azt mondja, nem. Elég lett volna mondani a királyt, és ebből tudtam mondani, hogy a király, amelyiknél jó lett volna, hogy már a bemenetelnél, hiszen segít az elfoglalásról, és mégiscsak a letelepedés után, akkor pláne a zsengék, az is csak a letelepedés után. Vidach, nikasza, valkjában, minden, mit rávja, hálak. Azt mondja, és a másik mit mondta volna? Nem. A másik azt mondja, hogy ezt nem gondoltam volna. Miért? Mert a van egy harmadik micva, a kenyér tésztájának a áldása, amiről tudjuk, hogy az rögtön a bemenetelnél lett kötelező, és nem csak a letelepedésnél, és azt gondoltam, hogy a zsengéhez hasonlít, és akkor az is rögtön a bemenetelkor lett volna, és nem a letelepedéskor. Fú, oké. Nehezén túl vagyunk, most akkor foglaljuk össze. Mit mondott a tan? Kolsú hajvászagúf, minden, ami a testhez köthető, az nöjheges bénbalrec, bénhuclaarec, az Izraelben is kötelező, és Izraelen kívül is kötelező. De minden, ami a földhöz köthető, az csak Izraelben kötelező, kivéve kevertvetés, három év tilalom, és Rabbi Lezer szerint az új termés. Nagyon jó. Azt mondja, Talmud, hástadam, mártuhai vesz a gufnai hegezbén, barazbén, meg hozzá, arrec, ma is, de kasszák van, és sábeszlen. Na, akkor térjünk vissza a szombathoz. Ha igaz az, hogy a testhez köthető micva, a személyhez köthető micva, az kötelező Izraelben és Izraelen kívül. Akkor tényleg mit jelent az, amit miért kell mondani a szombatnál, hogy minden letelepedéseteken ne gyújtsatok tüzet? Mit akar ezzel mondani? Mi van itt a hang, mit akar mondani? Itzrich. Szállakadájtok a minna, a hajló binyan, de majádesz, szivatiba, egy kidus, ki majádesz? Mit jelent az, hogy minden letelepedésetek? Ha nem azt jelenti, hogy csak Izraelben kötelező, akkor mit jelent, hogy az egész világon? Skajach. Mi ebben a... Oké, okay. Tehát ez egy testhez köthető micva, azt miért kell külön mondani? Nagyon érdekes, hogy miért. Az ünnepek és a sábesz az nyilván egy kategória. Egy helyen is van a Tórában, amikor felsorolja az ünnepeket, akkor említi a sábeszt is. Van egy lényegi különbség az ünnepek és a sábesz között. Mi? Hogy a sábesznek a dátuma az egy fix dolog. Minden hetedik napon szombat van. Az ünnepeknél viszont mi a helyzet? Ma már az ünnepek is fix, mert van egy előre szerkesztett naptár. De eredetileg a Tóra törvény szerint az ünnepek meghatározása az valahol a Sanhedrin, a zsidó bíróság gomulik. Miért? Mert ők kihirdetik az új holnapját, és onnan számított 15 nap. Ugye, mondjuk Nisan elsőjét kihirdetik, ezt ki lehet hirdetni egy nappal később, egy nappal előbb, akkor ki múlik, hogy mikor lesz az ünnep? A Bézdinen. Akkor azt gondolhattam volna, hogy mivel a sábesz és az ünnepek együtt van említve, ezért a sábesz is a Bézdinen kell, hogy múljon. És lett volna egy olyan téves gondolatom, hogy ahogy a Bézdin meghatározza a hónap elsőjét, és ahhoz képest a 15. nap mondjuk Pészach, úgy minden héten meg kell, hogy határozza a vasárnapot. És ha nem a hétfőre mondja a hétfő a vasárnap, akkor egy nappal később lesz a sábesz. Ezt gondolhattam volna is. Ezért mondja azt, hogy halma is vészéken, hogy minden letelepedéseteken, akkor is, amikor már nem lesz Bézdin, hiszen a Bézdin az csak Izraelben lehet. Tudjátok, hogy a szombatot meg kell tartani. Független attól, hogy van-e Bézdin, nincs Bézdin, ez nem a Bézdin, nem a
Izraelen múlik, hanem minden letelepedéseteken, minden lakóhelyeteken meg kell tartani a szombatot. Azt mondja a Talmud, oké. Moishev de kasszavrach manna agábe chéleve dam lamali. Van még egy hely, ahol a letelepedés szót mondja, pedig egy személyhez kötött micváról van szó. Nem a földhöz kötött. Méghozzá a vér és a háj tilalma. Ugye a vértilalmát ismerjük, tilos vért enni. A hájtilalma, ugye van három olyan hely, ahol a zsír az állatnak a farok, a máj és a tüdő. Nagyon jó. Talmidei chachamim, tanult embereink vannak. A máj, a tüdő és a farok fölötti zsírt az oltára kellett tenni, és cserébe viszont tilos volt fogyasztani. Mert hasonló a vérhez, ami ugyancsak az oltára került, és tilos fogyasztani. Hogy? Attól függ, azt hiszem, nem tudom pontosan, el kell égetni. Minden esetre ott is az van írva. Kérem szépen, mit mond a mondat? Hukasz ölemdöri széchem, halmésvé széchem. Legyen egy örök törvényül nemzedékeneketeken át, minden letelepedéseteken, minden hájat és vért ne egyetek. Mi az, hogy minden letelepedéseteken? Ezt miért mondja? Ha nem azt jelenti, hogy Izraelben, hiszen mindenütt van, akkor minek mondani? Ez egy személyhez kötött micva, és nem egy földhöz kötött micva. Iztik. Szálkadájtok, hogy minden a hajjön, minnyan nőtt korban, szívez bándalék a korban, nincs az, hogy jelenti, dalmez bándalék a korban, lejjük a másfalon. Azt mondja, nagyon egyszerű. Azért kellett mondani, mert azt hihettem volna, hogy mikor tilos a vér és a háj fogyasztása, ha van áldozás. Ha Izraelben vagyok, és van áldozás. Ha éppen nincs áldozás, mint manapság, akkor azt gondoltam volna, esetleg megengedett a véres hurka, kérem szépen, megengedett a vér és a háj. Ezért mondja be halma is, vagy széken, minden lakóhelyeteken, akkor is, hogyha majd Izraelen kívül vagytok, és nem lesz áldozás, a tilalom az megmarad. Oké, megyünk tovább. Még egy példa. Moisnek a kasszarach mondanak gábe márcom marim lamoli. Van még egy hely, mondja, hogy minden letelepedéseteken. A macesz, a pászka és a torma evésének a kötelessége széder este. Mit mond? Holm és fészékem, tőjöklő macesz? Minden letelepedéseteken egyetek majd maceszt. Az ünnepről ezt mondja. Mit kellett ez mondani? Hát ez egy személyhez kötött micva. Miért gondoltam volna, hogy ez csak Izraelbe kell? Iszik. Azért, mert szálkadájtok, ha mindenhajadok szívka elmátszasz, mert én meghlőm, ez mándék a Pészak, én zándélék a Pészak, lajt. Más vala? Nagyon egyszerű. Mert ez is hol szerepel a pászka és a tormelvés kötelessége? A pészachi áldozatnál. Ezért azt értem volna, hogy mikor kell ennem macest és pászkát és tormát az első este, akkor, ha van áldozati hús. Ha nincs áldozati hús, mint manapság, széder este áldozati hús nélkül van, akkor talán nem kéne ennem pászkát sem, meg tormát sem. Ezért mondja, hogy minden letelepedéseteken, ha nem lesz áldozás, akkor is kell ennetek. Utolsó ilyen kérdés. Biade kaszonach managabit finnu peter hamajla. Térjünk vissza a filinhez és a elsőszülött szamár kiváltásához. Ott is az van, ott nem az van, hogy letelepedésnek azt mondja, ha majd bementek az országba. Miért, ha majd bementek az országba? Különben nem kell tartani? Előtte nem kell tfilin tenni? A humi bajlítik tándem ismael, ászemicve zús, visvalitik aneszlarec. De ismael azt tanította, hogy ez mit jelent. Mózes azt akart ezzel mondani a népnek, tartsátok meg ezt, ha csak ezt a micvát megtartjátok, a tfilin és az elsőszülött szamár kiváltása, már érdemesek lesztek arra, hogy bemenjetek az országba. Az itt ha majd bementek az országba, az nem egy feltétel, hanem egy eredmény. Azért fogtok bemenni az országba, mert tartjátok ezt, amit szár. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk a legeslegjobbakat. Kívánom a viszontlátásra, viszonthallásra.